Beköszönés. Jó reggel, Vietnám, üdv a csatornánk! Kiper jelentkezik a következő 1 milliárd euró kihívásos Farming Simulator 19 sorozat következő részével, amiben olyan dolgokat fogtok látni, meg olyan dolgokat fogok csinálni, amit még életemben nem csináltam, és valószínűleg emiatt ugye nem is láttatok tőlem. Drasztikus lépéseket terveztem meg, és úgy gondolom, hogy olyan grandiózus terveket, amiket szövünk, hogy 1 milliárd eurót kitermeljünk, ahhoz nem nagyon kispályázhatunk, és most ebben a részben egy extrém nagypályás dolgot fogunk véghez vinni, de ehhez szükségem van valamire. Először is egy darab, nem tudjátok elképzelni, hogy a leggrandiózusabb, legdurvább terv, amit ma kitaláltam, mahoz mit kell, mire van szükségünk, gyerekek, mire van szükségünk, és egyből így gondolkoztak, hogy úristen, mire van szükséged, képer, hát mondjuk egy babettár, nem. Tudjátok mit? Tudom, hogy mindenki azt mondja, akkor már legyen Simpson. Igen, akkor lesz már Simpson, és lesz egy enduro, mert igazából terepen közlekedünk. Az enduro mondjuk sok mindenben nem különbözik, ugye? Az enduro az mibe különbözik, hogy föl van csapva oldalra kipufogó, mondjuk nekem az zöldbe kell az enduro, jaj, de jó. És mibe különbözik még? Talán áttételezésbe, bár szerintem abban nem is. Na, van egy Simpsonunk, és ezzel indítjuk meg a leggrandiózusabb tervet, amit igazából el tud képzelni ember ebbe a sorozatba, bár, fúristen, valahogy úgy kellene megcsinálnom az index képet, most azon gondolkodok, hogy ne nagyon ne nagyon lőjem le a poént. Egyébként egész jó ez a izzai, ez a Simpson, annyi, hogy egy poligonszám egy kicsit kevés a modellen, de szerintem az a legkevesebb. Ma nem fogunk semmit csinálni, mármint nem fogom elindítani a vetőket, nem lesz semmi ilyen dolog. Gyerekek, bírja ez az idejét? Figyelj, 56-tal megyünk többen. Jó! Oh my god, mi volt ez, gyerekek? Egy kicsit megcsúszott a Simpson a seggünk alatt, gyerekek. Mindjárt nyomok egy... Azért, ez tolja a seggét, mint az állat. Mi történik? Nem kell róla a 70-es meg a Delortót rárakni. Hoppa. Viszont úgy látom, hogy a... Ugye szántóföldet ez nem fogja bírni, nem is igazából nem is ez lesz a cél, mert nem kell azon... De azért rámegy a keeper azon, jó, épp hogy kijöttünk belőle, oké. Nem ezzel fogunk most foglalkozni, úristen, olyan dolgokat fogok csinálni, fogni fogjátok a fejeteket, esküszöm, jaj, a tuskók, bazza kikerülted, így magamnak mondom. Jó, viszont ez a Simpson az érdekes, a gyöppen úgy rúg, mint a disztó, csúszik, az a szántóföldön megakar, hát nem tudom, hogy ennek hol lesz a helyem. Ja, és mire gondolhattok, hogy úristen, mit akarsz te egy Simpsonnal, és milyen grandiózus terv? De figyelj, fogjátok látni, úristen, meg én is félek ettől az egész teles, köszönöm, komolyan. Először is gyerekek. Ó, bazzen. Kell mentenem egyet, mert ez most egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon veszélyes mutatvány lesz. Ez egy nagyon veszélyes mutatvány lesz, először is. Bazzen, kapaszkodjatok, gyerekek. El kell adnom a 9-es földet. 263 elején. Eladtam a 9-es földet. Jaj, gondoljátok, mit csinálsz, hülye? 263 ezerért eladtam. Nyugi gyerekek, nyugi, nem lesz itt semmi baj. Kézbe tartom a dolgokat. Hogy izétek így felhőkölhetettek, hogy miért adtad el? A keeper tudja, hogy miért adta el. És meg fogjátok látni, hogy miért adtam el. Először is meg kell keresni ennek a mellettünk lévő területnek a legmagasabb pontját. Most viccen kívül, melyik lehet? Szerintem meg is találtuk a legmagasabb pontját. Szerintem itt van a legmagasabb pontja, ugye? Na, ide fogjuk állítani a Simpsont. A Simpson azért kellett, mert ő lesz egy ilyen mark. Egy ilyen jelölő. Jó, gyerekek, nagyon meg fogtok bolondulni, komolyan. Állítsuk meg, szálljunk le. Igen, gépregyen kívül már elvittem odébb azt a kirovecet, ott állt ugye a földön, ne legyen bele gond. És most nekiállunk mi terepet rendezni. Terepet rendezni, és azért csináltam azt, hogy odébbittem azt a gépet, mert terepet rendezünk, de azért adtam el ezt a földet, mert ezt a földet nem szeretném átrendezni. És így tudtam megoldani azt, hogy ne az legyen, itt nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy ez így nagyon meg lesz reformálva, itt gyakorlatilag, lelőjem a poént, egy kicsit lelővem, gyerekek, úgy gondoltam, hogy nekünk szükségünk van egy olyan TS telepre, amelyik mindennél epikusabb, egy vár, egy saját várunk legyen, egy hatalmas, horribilis, nagy
objektum, amiben gyakorlatilag minden elfér, és úgy érzem, ez a föld lesz ennek az egésznek a nyitja, viszont ezzel kell valamit csinálnunk, hogy ez működésre bírjuk, hogy ne egy ilyen hepehupás valami legyen. Iszonyatosan nagy pénzeket el fogunk verni most. Úristen, biztos arra gondoltok, jé, ne, mert visszaveted a gazdaságot, de higgyetek el, hogy osz. És nézzétek meg ezt a kicsi helyet, amin voltunk is. Akkor nézzétek meg ezt a hatalmas helyet, amin fogunk lenni. Amin állatot is tudunk, vagy akármit. Fú, gyerekek, na. És ugye azért adtam el, mert ezzel nem szeretnék hozzányúlni ehhez. És így ezt meg tudom oldani, hogy ez ne történjen meg. Először is váljatok. Nem ez kell nekem, hanem kell nekem egy C. Át kell alakítanom, és kell nekem egy minél nagyobb, látod? És nem tudom átalakítani a szomszéd telket. Ez nagyon jó. És most az lesz, hogy domborzat, lapítás, egyengetés. Azt kellene megcsinálnom nekem, és akkor legmagasabb pontról indulva, így, oda nézzetek, gyerekek. Várjatok, igen, 260 valahány ezer maradjon, az a lényeg, gyerekek, és akkor így végig, és akkor ki tudom itt eddig húzni, látod? Látod, mekkora király? Nem kell azon agyalnod, hogy a mellettem lévő földet elcseszem, hanem így nagyon gyorsan tudom csinálni. Borzalmas mennyiségű pénzt fogunk elcseszni, gyerekek, tudom. Tudom, készüljetek fel rá, savazzatok meg, hogy költhetted volna másra is Keeper, de nekem erre úgy érzem szükségem lesz. Ezt tudjátok mi lesz? Ez lesz maga a halálcsillag, ez lesz maga az édenkert, ez lesz maga, nem is tudom, hogy mit mondjak rá, milyen. Az utópia, az utopisztikus, csodálatos terület. És ugye így tökéletesen ki tudom húzni gyakorlatilag a széléig. Igen, tudom, nagyon nagy pénz, bocsánat érte, de szükségünk van egy igazán nagy, egy horribilisen nagy, oda nézzetek, hogy pörög le a pénz, ne is nézzetek, oda komolyan mondom elég, hogyha csak én nézem, ide nézzetek. És így ki tudom húzni egész az útig, és ne ijedjetek meg, kitaláltam rá, hogy mit fogunk vele csinálni, itt csinálunk egy hatalmas rampát, amin fel fogunk tudni járni. Annyit kell csinálnom, hogy ugye így ki fog derülni mindjárt, hogy meddig van az én területem, mert itt írtátok, hogy ez a rész, ez még az enyém. De így, ott egy kicsit elcseszte a képer, jó van, nem baj. Az út is. Jó, hát akkor felhúzom addig. Azt csinálom úgy is, hogy mindenképpen valahogy itt ezt át fogom alakítani. Na igen, és akkor ez nekem még az én területem? Ez mondjuk az baba. Eddig az én területem, ameddig vannak ezek a fák, ugye? Ez nagyon jó. Köszönöm egyébként a tippeket. Új, most nagyon fogjátok a fejeteket, biztos sokat, hogy úristen, ezt a sok pénzt, ezt miért cseszed el, miért nem csinálsz inkább más, de majd meg fogjátok látni, hogy így éljetek el, hogy ez nem lesz egy hülyeség. Azt nagyon-nagyon adja. Igen, a te fákat, azokat majd ki fogjuk izélni, ki fogjuk csapni onnan, nem lesz vele gond. Gyorsan. Azt vettem észre egyébként, hogy nem csak az viszi a pénzt, figyeljetek, egy helybe tartom az egeret. Nem, az nem viszi. Azt hittem, hogy igen. Azt hittem, hogy az időintervallum is viszi, de itt ezt most szépen okosba lesinítom, gondolom, hogy a minél mélyebben csinálom, annál jobban viszi a lóvét. Úgy. Hát igen, itt ez ilyen. Jó, hát akkor ez ilyen. Ezt egyébként ezt lehet, hogy azt fogom csinálni, nem fogom tudni már visszacsinálni. Ja, izékkel akarom egyébként, szeretném. Az a baj egyébként ezzel a játékkal, mármint ezzel az egésszel. Jó, figyeljetek azt az út. Figyeljetek, vissza fogom itt alakítani, ha úgy van. De az út. Figyeljetek, az még az én területem, hát akkor használjuk ki, ugye minél nagyobb legyen ez az egész. Az útad valószínű, hogy vissza fogjuk alakítani. Opa, rosszul csinálod. Ugye a simításnál úgy van, hogy onnan kell indítanod a kurzort. Oda nézzetek, és már elcsesztem egy csomó pénzt, már vagy 100 000-et. Még a fele még vissza van. Úristen! Ez egyébként nagyon izgatott vagyok. Ugye ezért kellett eladnom a mellettem lévő földet. Vissza fogjuk vásárolni, amint végeztünk ezzel a csimítással. És ezért kellett a legmagasabb ponton kezdeni, hogy ne az legyen, hogy mély legyen ez a terület, hanem inkább magasabb, mint bármi. És szerintem ez így kellett lennie. És ez tök jó, mert itt körbe tudod teljesen húzni. Oda nézzetek, mennyi pénzem feszett el. Ne is mondjátok, én nem is akarom látni. Egyébként nagyon izgatott vagyok, mert nem akarom elrontani. Ugye azért itt nincs egy visszagomb. Én ezt nagyon bánom, hogy ebben a játékban így nincs egy visszagomb. Na, megvan mindenhol. Nézzük végig. Úristen, egy nagy flat dolog lett. És itt tudok most egyelőre fölmenni.
Viszont az a terve a Keepernek, hogy én arra gondoltam, hogy csinálunk egy leállást. Ami egy felhajtót, az útról egy felhajtót, meg egy lehajtót, de egy ilyen rendes olyat, mint a ilyen körgyűrűszerű, tudjátok, ilyen, tudod mire gondolok, szerintem tudod mire gondolok. Na gyerekek, nézzük meg ezt a hatalmas flat helyet, és most még jön ennek az egésznek a betonozása. Ó, oh, de ezt a Simpsont odébb kell raknom, mert meg örülök. Gyerekek, szerintem most mentek egyet, minden egyes ilyen akciónk után mentek egyet. Látod, mert most még ugye füves ez a rész, még nem valami nagyon jó, de mindjárt meg fog, úr, olyan néző, mekkora a Lord, nagyon ott van, nem? Gyerekek, ilyen miért lehetne ugratni? Gondolom akarjátok, hogy ugrassam. Majd. Majdnem eset fordult. De ezeket a fákat ki kéne csapni, meg kell nézni itt is minden, oké. Lumberjack mód majd tudja dolgát. És meg kell nézni, hogy nincs-e sehol elcsesztve, hogy mindenhol síke. Úgy gyerekek, mennyi pénzt csesztünk el eddig? Nagyon sokat, ugye? Nagyon sokat. Ez mi? Itt is benn van a föld alatt egy fa, mi? Hú, hát ez nem volt jó akkor itt ezt... Ja, mert itt meg ilyen izé is volt. Ó, itt akkor le kell vinnem addig, amíg kivágom a fát. Ugye itt meg föld alatti fa volt. Ilyen checkmatnek minősülő dolog. Hú, srácok. Semmi gond nincsen. Keeper ura a helyzetnek. Most ezért nem akartam ugye elindítani semmilyen munkást, meg semmit, hanem ezt most így szeretném így megvalósítani magamnak, ezt a csodát, amit itt elterveztem. Le kell vinni basszus, hogy be tudjak oda ugrani. Gyerekek, oda nézze. És gondoltam rá, mindenképpen egy kerítést csinálunk ide el körbe, és ez tök jó néz ki. Na, át kell mennem vissza megint ebbe a módban, nem láttam, hogy itt vannak ilyen idők. Kisebb legyen, nem kell nekünk ilyen nagy, csak az a lényeg, hogy le tudjak menni. Ez meg azt hiszem, hogy a jobb gombbal le tudom így vinni. Így aztán az a lényeg, hogy érjem el őket, ezeket a fákat, ezt utána visszalapítjuk, és ez egy fölösleges pluszköltség lett. Hogy a francia sem bele ezekbe a fákba. Nem tudom, milyennyire még... Ah, jó, ezt már ki tudom. Jó, ott is megpróbálom, hogy az ágát, meg nem tudom. Oh, jó, oké. Okay. Jó, és akkor visszalapítom. Tehát ez egy ilyen fölösleges kidobott pénz volt. De nem baj, gyerekek, semmi gond, semmi probléma. Jó, hát nem ez fog földhöz vágni minket, nézzük meg végig, tök lapos-e. Fú, gyerekek! Igen, azt találtam ki, hogy figyeljetek, miért ne csináljuk meg, ott még van egy, igen, jó, megcsináltuk. Ott, ugye, ott van ez a hatalmas telep. De én arra gondoltam, hogy mindenképp egy ilyen, valami nagyon epikuset tudnék elképzelni magunknak. Miért nem csináljunk egy igazán epikus telepet? Na, és erre kellett a Simpson, mert különben ezen kezlekedni, gyerekek. Ide valami nagyon komoly gép kell, mert ez nagyon nem jó. De viszont mindjárt le fogom az egészet betonozni, mert egy beton dzsungel lesz az egész. Úgyhogy készüljetek, mert itt még egy nagyon durva dolgok fognak mindjárt lenni. Hallod? Simpsonnal eddig tart. Érted? Úgyhogy igen. Na, ezt is innen eltüntetjük, mert csufos. Itt valami van, nem is timmel. Nézd meg, mi ez itt? Ó, vannak ilyen hibák, ezeket át kell nézni, hogy nehogy maradjon ilyen. Hány óra van, gyerekek? Baszd meg, nem tudom, ez a rész lehet, hogy egy kis speciális lesz, hogy addig, amíg nem végzünk. Oda nézzél, látod? Itt is van valami hiba? Szerintem gyorsan át kéne nézni. Ott is van egy fa, amit ki kéne csapni. Megnézzük azt a fát, jó? Simóval. Ó, le kellene betonoznom, mert Simpson ez nem nagyon szereti ezt a terepet. Gyerekek, azért ide lehet építkezni, nem? Ide egy meg tényleg a halálcsillagot fel fogom húzni. Jó, hát ezt is kivágom, mert itt nekem ilyen zavaró körülmény konkrétan az építkezéskör. Ugye falakat fogok húzni, meg minden, úgyhogy rengeteg pénz fog elmenni. És ne ijedjetek, meg mindjárt meg fogjuk venni a mellettünk lévő földet vissza. Ugye nem bukunk rajta semmit, szóval attól nem kell egyáltalán tartani, hogy most most elbuktad a pénzt, vagy ilyesmi. Úgyhogy erre gondoltok. Ó, mi van itt ez a csekmedék? Na. Na baj, nem látom magát a... eszköznek a jelét, a markját. Ó, te fiú. Bele vagyunk keveredve. Mi van itt? Nincsen valahol? Itt van egy ág, jó.
Oké. Okay. Nagyon jó. Ott még arrébb van, mindjárt körbejárjuk, azt utána betonozunk, jó? Itt csak a tetejét lebetonozzuk, és akkor csinálunk körbe egy kerítést, mert az mindenképpen kelleni fog. Azt szerintem úgy néz ki jó, hogyha körbe kerítjük, bár mondjuk lehet, hogy nem kellene. Mondjuk én mindig leszédülök majd. Mindjárt meglátjuk, ha lebetonoztuk, milyen lesz. Jó, itt meg jó. Mindjárt leellenőrizzük a területet. Ajaj. Ajaj. Az Ipson nagyon-nagyon kapja. Mindjárt leellenőrizzük a területet. Látjátok, és azért kellett azt, hogy a legmagasabb ponton kellett elkezdenem a simítást, mert különben bementünk volna a másik alá itt már. Itt meg ugye, itt konkrétan van egy kiállatunk, ami használható lenne. Lehetne azt is csinálni, hogy itt legyen a bejárat. De egyébként az útra kellene, ugye az lenne jó, hogy itt ide akarnék egy rampát lefele. Ezt meg kéne csinálnom majd, csak azt lehet, hogy gameplay-en kívül azt ugye egyesével lefele, fölfele kell vinni, úgyhogy ez egy ilyen bonyolult művelet lesz. És akkor arra gondoltam, hogy ide valahova csinálnánk, és az útra. Gyerekek, a szervizutat beszántottuk. Na! Oké. Kikapcsolom, és akkor menjen a füstése ennek az egésznek. Remélem, hogy az nagyon nem fog sok pénzt elvinni. Utána visszavásárolom azt a területet természetesen. Azt nem is tudom, hogy kell... XL? Nem, XL, ugye? Így. F1, és akkor nézzük a talajtípust. Ez milyen talajtípus? Várjátok, kicsiben kezdjük azt, akkor megnézzük, jó? Ez egyébként... Ez beton, nem? Ez még jobban néz ki, ez ilyen nagyon beton. Úgyhogy akkor lehet, hogy ez lesz. A szélét meg kell csinálnom értelmesre. Na, mi van akkor, hogyha így... Aha, még kijebb mehet. Mert ez teljesen ki a széléig, ide. Megcsinálom először a szélét. Mennyi pénz vissza ez rengeteget? 623, egy ilyen kocka. Na, nem olyan sokat, jó. Megcsináljuk teljesen a széléig. Igazából kiért talán nem is tudnám húzni. Aha, úgyhogy akkor... Jó, de nem akarom elcseszni semmiképpen, mert nincs visszavonás. Ugye akkor vissza kell töltenünk. Vagy újra festeni másikkal. Úgyhogy próbálom ilyen nagyon-nagyon akkurátusan, hibátlanul megcsinálni, hogy nehogy véletlenül elcsesszük, gyerekek, jó? Igen, itt a följárót majd nem tudom, vagy pedig a végén megcsináljuk, azzal nem akarok sok időt itt eltökölni, mert az valószínű, hogy nagyon sok idő lesz. Ugye jó, figyelj, még az izét is lefesti azt a rampát. Hát ez nagyon epik lesz, ám gyerekek, komolyan. És nem azért, hogy itt fényezzem magam, de szerintem ez böszme jól néz ki. Egyébként lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ezt a részt, azt ki fogom ejtetni. Itt is lehetne egy rampa. Kettő rampa is lehetne itt is egy rampa az utakra, ilyen rácsatlakozás. Én azon filóztam, hogy ezt lehet, hogy itt le kéne vágnom szögletesre, mert ahogy is elég epik nagy a terület. Aztán akkor visszahúznám ott az utat, tudod. Na, az lehet, hogy jó lenne, nem? Érted? Na, így is mekkora... Úristen. Hallod, grandiózus tervekhez grandiózus terep kell. Úristen, mit gondoltok, hogy Jézus Krisztus mit csinál? És tök jó egyébként, hogy lehet építkezni ebben a játékban. Én ezt nagyon-nagyon élem. Szóval mindjárt beszélgetem az egészet, nem nagyon tökölünk. Szóval meg visszavásárolom a földet, mert most már nem lesz semmilyen zavaró körülmény. És ugye az állattartásra akar a keeper ráállni. Most egyelőre lehet, hogy nem fogom megvenni a marha ícstálót, de meg fogom mutatni, hogy milyenek vannak. Hanem igazából alapanyagot akarok valahogy behordani, vagy valami, de valami, hogy úgy kellene megcsinálni ezt a... Várjatok, ez most viszi a lóvét, mint az állat. Jó, nem baj. Gondoltam egyébként, hogy most neki tudok állni, mert most azért van rá valamennyi keret, de azért már elcsesztünk egy 200 000 körülbelül. Jó, figyeljetek, ezt egyszer kell megcsinálni, ezt akkor meg lesz. Úgyhogy, úristen, mennyi pénzt elcseszek. Úristen, kicsit fájdalmasan érint egyébként. Higgyétek el engem is, nem csak titeket. Lehet, hogy nézni is rossz, hogy ennyi pénz elmegy, de én élni fogom ezt, élni fogom. Úristen, de jól néz ki. De jól néz ki, nagyon imádom. Na. Egyébként csak annyit viszel, amennyit leszínedek, szóval, hogyha egymásra lógatom, az... Látod, ilyenkor csak ilyen nagyon keveset vitt. Mondjuk itt csak egyet vitt. Minden kocka egyet elvisz. Az. Az hány izé? Vagy minden négyzetméter egy euró lebetonozni.
De szerintem ez így korrekt, hogy az egész ilyen lesz, és akkor lehet, hogy ott azt megcsinálom azt, hogy ott azt majd le fogom vinni, be fogom falazni. Körbekerítsük ezt, gyerekek? Úgy lenne a korrekt. Mondjuk az a baj, hogy nem tudom, milyen hosszú kerítésem van. Aztán nem tudom, hogy meddig tartana körbekeríteni. Lehet, hogy nem kerítem körbe egyelőre. Meg fogjuk látni, nem? Ne, olyanra ne költsünk. Inkább arra költsünk, ami nagyon-nagyon muszáj, jó? Na figyeljetek, gyerekek, akkor azt a betyár oda nézzé, testvérem az úrba. Hallod? És akkor most várjál, nézzük meg a másik telepet. Hát ez van akkor, mint az egész telep minden estül, de úgy, hogy izével együtt, minden estől. Á! Szerintem még nagyobb is pazza. Meg ugye itt ilyen decorationok meg mindenek vannak, amik nekem nem lesznek. Gyerekek, nézzük már meg a Simpsont, hogy megy ezen az betonon. Na, ezen már jobban mész? 28 mennyibe megy ezen? Másikon csak 50 valamennyibe. Hallod? Ezért kell ide Simpson öcsém, meddig tart átmenni, oda néz! Ne. Hallod, még mindig megyünk? Ne. Mekkora telep? Hát nincs ekkora izai. Nincs ekkora. Az a baj ugye, amíg nem lépsz ki, meg nem lépsz be, addig azokat a fákat, amiket kivágta, azokat mutatja, látod. Pedig azok már nincsenek ott, most tűnnek el ugye. Ahogy a lottával segít. Hát gyerekek. Na és akkor figyeljetek. Ez ugye úgy tervezi a Keeper. Hogy azon a Bösszmen egy placon maradjunk a Simpson, azt a tervezzünk együtt, mert igazából olyan konkrét terveim még nincsenek, meg kellene venni a szomszédföldet megint, nehogy valami gigszer legyen, meg akkor ugye tudunk tervezni. Földek, figyeljetek, eddig volt eladva, 260 ezer ugyanúgy megvásárolom, semmi gond nem történt, ugyanúgy össze van szánva, minden rendben van. 310 ezerünk, majd kávé 220 ezeret, azt hiszem 220 ezeret vertem el, hogy megcsináltam ezt a Föld felhúzást, annyira nem is durva, mert azért ez egy epic nagy monstrum. Most a rendes árnyékon vetesz, figyeld meg, mekkora fal, hallod? Nagyon durva. Na, baró, jó, mekkora ez. Amire szükségem van, mindenképp kellene nekem bunkersiló. Úristen, mekkora ez a föld? Te hülye vagy képe? Ekkora telep? Hallod, ekkora telepet ki a hülye, aki csinál? Kéne nekem bunkersiló. Meg kéne nézni, hogy mekkorák a bunkersilók. Van ugye berangva. Van ugye ehhez a maphoz tartozó, ami nem kicsi, úgyhogy, de inkább nagy. Mindjárt meg is nézzük. Jaj, gyerekek. Silók. Megint, azért nagy pálya megkezdődött. Na várjátok, itt van az izé. Egyébként a maphoz tartozó. Ez azért, úristen, ez mekkora. Hallod, ez egy kicsit erős nekem. Van ilyen bunkersiló nagy dupla, de mondjuk ez meg 90 ezerbe kerül. Bunkersiló nagy dupla. Figyeljetek, úgy kellene csinálnom, hogy mondjuk... Na, okosan kellene. Ugye valahonnan mindenképpen be fogjuk hordani ide a cuccot. És valahol ki fogjuk hordani, ugye? Mindenképpen ugye innen fogjuk behordani, mint a bejárat. De viszont... A másik oldalt lesznek a marhák. Akkor valószínű, hogy onnan fogjuk kiordani, ugye? Vagy pedig... Valahogy így kellene lerakni. Vagy pedig lerakjuk így. És akkor, hogyha növelni kell, akkor még rakunk majd. Ugye? Ez így nem lenne rossz. Ha növelni kell, raknánk majd, egyelőre elég lenne kettő csík. Most igazából rakunk majd, nem? 90 ezerbe kerül, nem akarok nagyon sokat költeni rá. Hova tudom megcsinálni a fölhajtót? Mert ugye izolban itt a betonkerítés. Pont a rossz helyen állok egyébként a Simpsonna, bele fogunk épülni. Viszont ott a betonkerítés, ott nem lesz jó fölhajtóm. Úgyhogy lehet, hogy innen kéne, tök szar helyen van az a felhajtó. Azért kell állnom ezzel a Simpsonnal, bazi. Mindenképp
A bejárathoz kell raknom a silót. Mert különben semmi értelme nincsen, érted? Mert most, hogyha messze, nagyon messze rakom, akkor miért? A bunkersiló kicsi, bunkersiló nagy dupla, elég vannak, ugye? Közepes dupla, az mekkora? Mondjuk lehetne inkább így, és akkor több. Ó, ez sokkal jobb. Inkább akkor rakok ebből több sorba, ez szerintem sokkal jobb. Na, akkor rakjuk ide, így mondjuk a legszélére. Remélem nem cseszi el. Nem, a szart nem cseszi el! Na ezt, ennek nem örülöm. Látjátok, nem mutatja a talapzatok, hogy mennyi túljúlása van. Nem tudom, mikor mentettem, more. De ki kell lépnem. Vagy gyerekek, de... Ki kell lépnem, meg vissza kell lépnem, mert... Nem tudom, mikor mentettem, és nem jó, mert van ilyen talapzatos része, meg kell volna nézni, hány pixel hosszú. És ez nem kell volna kilépnie teljesen. Nem tudom, úgy abban miért csinálja azt, hogy teljesen kilép. Mert mindenki nézi, hogy menüig kellene lépnie, nem vágom. Ó, gyerekek, bocsánatot kérek, hogy ez most így, ilyen dolog történt, de hát ez muszáj, meg most még el sem indulni. Indul, jó. Bocs érte, nem tudom mikor mentettem, ezért mondtam, hogy ez az építkezés ez egy ilyen nagyon necces dolog, mivel ugye ilyen problémák ugye felléphetnek, ezzel sejtettem, hogy nem lesz az igazi, na, most meg itt letavoltuk. Jó, közben nézegessük, miket szokott csinálni a keeper. Látjátok, itt csinálom a izéket. Rengeteg index kép itt mindenhol. Még ilyen régebbi izék. Régebbi index képek is itt vannak. Hehehe. Igen, meg ilyen különböző hozzávaló cuccok. Spin Tires játékai. Mad Max. Diablo 3. Diablo 3-at megvettem pár hónap ezelőtt, sokat játszottam bele. Csak meguntam, nagyon sokat kell farmolni. Diablo Immortal, meg, azt meg nagyon meguntam. És egyébként ilyenkor meg miért ilyen lassan tölt? Vagy pedig csak úgy érzékelem, ugye? Jó, megtörtént. Ja, mert milyenkor izé... Ez volt. Hát nem tudom, baza, mennyire voltunk. Hallod? Nem baj. Most legalább tudjuk, és men... Ja, mert izé már fut egyszer, azt írja. Kétszer indítottam. Nem... Mentünk mindenképpen, mielőtt lerakunk valamit, jó? Nagyon-nagyon fontos. És az a baj, ugye, egy rohadt visszalépés egyébként, ugye, egy Ctrl Z, vagy egy undo, amivel ugye valamit leraksz, és azt ugyanúgy visszavehetnéd, hogyha rosszul rakod le. Mert ugye itt például nem csak a saját hibádból történhet ilyen probléma, hogy nem jó rakja le az eszközt, vagy pedig az épületet, vagy valamit. Úgyhogy egy ilyen visszavonás az építkezésbe, vagy az editor részbe jó lett volna, mint általában még egy paintbe is van. Aztán akkor nem lenne, egy ekkora gond belőle, hogy mindig őt mentenet kell. Nem, hol tartottuk, gyerekek? Azt nem tudom. Fú, de tudom, egyébként ezt annyira élem. Ez komolyan legalább annyira, mint az aratást. Ez egy ilyen nagyon-nagyon jó dolog, és egy epikus dolog lesz. Hú, nem festettünk még ki, bazza, mi? Ahol látod? Na tudod, és még nem is vásároltam vissza, úgyhogy a rohadt életbe. A rohadt életbe. Igen, jó, gyorsan kifestem, gyerekek. Most figyeljetek, most ugye tudom, hogy húzhatom akár meddig, ameddig bírom. Ugye ez C, F1, azt X, igen, és a második talajtípus volt, jó? Aztán mentünk mindig, mind az őrültek, jó? És figyeljetek, most már rájöttem, hogy ugye nem tudod tovább festeni, mint ameddig. A fák azok ugye el vannak tüntetve, azt eltüntettük már. A lószart tüntettük el, látod? Mindig menteni kell. Jó, de most már gyorsan tudjuk, hogy mi, hol vannak hibák, hogy lesz az egész. Most már pergők mind az állat. Ugye itt föl kell majd húzni, a fákat el kell tüntetni. Ó, bocsánat gyerekek, tényleg, de muszáj újra tábláznom. Hogy eddig gondolta a keeper, hogy akkor ez így lesz. Így, azokat a fákat ki kell vágni, azokat. És akkor lesz még egy csomó minden, úgyhogy nyugi gyerekek, mert még fogok itt szenvedni rendesen. De most azért gyorsabban festem ki. Eddig attól féltem ugye, hogyha túllógatom az ecsetet, akkor
esetleg belefestek mondjuk a mellette lévő földbe, de ami nem az enyém, abban előleg nem tudok belefesteni, úgyhogy az jó. Az egy kicsit szar ugye, hogy az objectek, hogyha leraksz valamit, akkor hogyha nem tudja felhúzni, nincs felhúzva mellette a terület, akkor szépen felhúzza, hoppá, itt meg nem kellett volna kifestenem, vagy pont mázlém volt? Az egy pont mázlém volt, oda nézzé. Halott pont addig húztam, mind kellett. Na, akkor itt meg. Megnézzük ezeket a fákat. Hol a Simpson? Hol a Simpson? Hol a Simpson? Hol van? Itt a Simpson, jó, én is van. Oké. Okay. Ugye a térkép az nem módosul, mármint ugyanúgy látszik, mint hogy ott lennének középen fák, meg ilyenek, de ugye az egy ilyen statikus dolog, gondolom úgy rajzolják meg a készítők, aztán jó világ. De ez semmi gond. Nos, látszok. Ugye megint valószínű, hogy ki kell csapnom. Vajon? Ja, minden, hogyha lerakunk objektet, akkor majd mentek, azt jó lesz a srácok. Bocs érte ezért a közjátékért, hogy ezt így újra meg kell csinálnám. Gondoljátok, pörgessetek bele addig, ameddig gondoljátok, de úgyis közben mesélek kulisztatitkokat. Hogyha azt próbálok itt tartani veleteket egyébként, mert akkor meg olyan egyedül érzem magam, tényleg. Tudom, hogy most is egyedül vagyok itt a szobában, de hogyha most így eltűnnétek, akkor meg arra gondolnék, hogy haj, hát ezek meg nincsenek itt ezek a srácok. Ezt így magamban vagyok, pedig aztán akkor is magamban vagyok, hogyha éppen itt vagytok, mert igazából amikor veszem fel, akkor olyan. Ugye tudod, mire gondolok. Megpróbálom ezeket, így az ág végét előleg, hogyha elcsiped, akkor az kivágja, de pont, pazza, pont a föld alatt vannak. Hopp. Nem volt benne? Nem. Le kell ide, le kell megint olyaskodnunk az alvilágba. Ami azt jelenti, hogy X, kicsi ecset, és akkor lefele. Ott, meg lefele, ott. Fölösleges pénzkidobás, mi? És már megint meg kell csinálnunk a hülyére. Egy, hol a másik? Ezek a föld alatti bokrok, ezek biztos minek. Egyébként ezt annyira szeretheti az összes player, mint az állat, nem ebben a játékban. És pont nem látunk rá. Ó, te fiú! Az égbe! Yes, ezek szép. Legalábbis én magamból indulok ki, ezek a föld alatti fák, ezek nagy ötletek voltak a készítéktől. Szegényeket mindig ezzel savazom, de egyszerűen nem tudok nem őszinte lenni. Ez komolyan. Ez nagy bajom, hogy abszolút nem tudok nem őszinte lenni. És ez bocs, bocs gyerekek. De mindig, egyébként ez nekem probléma. Hogy tényleg nem tudok nem őszinte lenni. Ezzel kapcsolatban mit akartam mondani? Mindjárt mondok valamit. Hogy kell adva? Igen, így jó. Igen, nem tudok nem... Nem tudok nem őszinte lenni ezzel kapcsolatban. Ezért van az, hogy például nem fogadtam el annó a Giant-esöktől a Farming Simulator 22-nek az ilyen tesztes dolgát, amit felajánlottak, mert egyszerűen... Tudtam magamról, hogyha nem tetszik, akkor lepikálom. De tényleg, ez a fa, szerintem ez jó, oké, biztos ez tök jó használni, mert így lerakod a fákat a föld alá, ugye ezeket az objekteket, és akkor olyan, mintha bokor lenne, és akkor nem csak ilyen statikus bokrok vannak mindenfele, csak egy kicsit olyan, ez varítja ez az embereket szerintem. Jó, el lehet tüntetni, oké. Nem szóltam, igazad van. Jó, majd a végén felhúzzuk, inkább menjünk végig ezt a doráljuk ki. Most miért állítom meg a Simpson? Egyes spórolok a Diesel Simpsonon van gyerekek. Nagyobb a nyomaték, arról a húz, mint a vízfordulás. Lol. Na, itt van még egy darab faszom, ugye? Ott a gyerekek, leugrik egy hiper, mint az őrültek. Ja, meg itt a föld alatt egy, meg ott egy, de most már ezeket tudjuk, hogy kell kiszedni. Hallod, már begyakorlom. Mindenképpen mentsünk egyet, mert ideje, magam mozdulok mindjárt. Hogyan ketyeg a Simpson? Jó hangja van egyébként. Oké, gyerekek, tutti buli, városba. Ott van egy idő, paca, nem baj, nem foglalkozunk vele. Akkor elvileg meg is vagyunk, ugye? Hát azért foglalkozunk vele, mert zavaró az ott. Ott van egy ilyen kihagyott. Oké, itt kell csinálni még egy föstést.
nézzük át, mert most már ugyan újra kellett mazolni azt az egészet. Ezt föl kellene húzni. Úgy megtörtént az esemény, gyerekek, meg is vagyunk. Akkor annyit kellene csinálni, hogy a földet visszavásároljuk. Mennyi pénzünk van? Hát körülbelül ugyanannyi. Jó, és akkor jöhet a munkásíró projekt. Meg, na, faszus, azt ígértem, hogy ha vele maradtok, akkor mondok kulisszatitkokat, azt nem mondtam mi, elfelejtettem. Na, olyan keverőt fogunk lerakni, ugye, ami, jaj, de jól néz ki ez a plac, ez annyira jó, gyerekek, nagyon szín, imádja a képer, de mit fencsölj egyet, bazavel, hogyha még egyszer az egyikkel csinálunk, megörülünk. Jó, mentettünk, mentettünk, oké. Okay. Na, gyerekek, akkor építkezés, sidolod, P. Lerakható tárgyak, siló, kicsi volt ez a közepes, ez tök jó volt. Munkásiló közepes, van dupla. Munkásiló közepes, dupla, és ez csak ami amúgy 50 ezerbe kerül, ami boldogítja a keepert amúgy. És akkor valahogy úgy kell lerakni, hogy távolabb, ugye? Azt arra kéne figyelni, hogy így. Csak, úgy utálom egyébként, hogy emiatt kell itt szarakodnom, hogy távolabb rakjam. Itt nem volt olyan nagy gond, ott volt a végén olyan nagy. És megint elcseszte, figyeld. Megint elcseszte, bazza. Egyébként akkor lehet, hogy úgy kellene raknom, hogy hosszába és jól oda fölnyomva. Lehet, hogy az lesz. De most megint, megint lépjek ki. Megvadulok, csak már megint ott elcseszte, nézd a falat. Jó ez így? Akkor úgyis ezt is följebb fogja húzni, úgyhogy nem lesz... Ja, mondjuk följebb fogja húzni, amíg rakok. Kettő közé tudok rakni? Vagy pedig csak kettő csíkbe rakok? Tehát, hogy így ezt egymásra kell raknom, valószínű, mi? Mert így nem jó, mert ugye azt nem érzékeli bunkersinónak a kettő közti részt, gondolom, hanem így kell leraknom. Lehet, hogy lerakok még egyet, azt akkor megvan oldva a keleti kérdés, nem? Ugye? Lehet, hogy azt kéne csinálni, de ezt akkor ilyen epik pontosan kellene raknom. És akkor fölhúzza ott is a falat, vagy a földet, aztán nem lesz itt gond rá. Így. Hát egy jó csúfú húzta föl. Jó. Ugye ennyi bukkersiló csak elég lesz, nem? Jó rakta le egyébként? Minden frankó? Nézzünk rá. Szerintem tökéletes. Jó, de meg hátulra meg rakunk valami kerítést, az csá. Ezt megoldódik, nem? Most figyelj, szerintem teljesen jó. Itt ugye az a baj, itt már nem tudod felhúzni, mert nem a te földed úgy érzékeli. És emiatt van itt ám a gubanc. Emiatt idegesít, hogy itt ezt ilyen fúj. Te, várjál, fel tudom húzni. Ne szórakozz be. Ó, felhúztuk gyerekek. Jó, akkor jó is. Itt van egy kis ilyen pupunk. De hát az ott van, le van szarva, hallod? Ott van, ott az útnál van egy ilyen pupunk. Jó, oké, megvan oldva. Jaj, bunkersiló le van rakva. Tök jó. Szerintem ez így szuper, hát ebben bőven pakolhatok. Nem tudom, az hány liter, vagy hogy van ez. Ez egyébként nem kell kiírni, hogy de itt van töltöttségszecska. Oké. Bunkersiló, megvan. Jó, rendben, szuper. Hol a Simpsonom? Fel akarok ülni rá, mert azon látok. Földet megvettem, ugye már? Meg hát, hiszen nincsen semmi pénzünk. Jó. Akkor mi lehet, hogy még fogok rakni bunkersilót, attól függően, hogy mennyi szecskánk lesz, meg ugye ezt is így letakarom, másikba bordom, közben ugye többet fogunk használni, emiatt egy kicsit távolabb, vagy pedig ide ide a másik oldalra rakhatnám a gépeket, ugye, ez itt tök jó lenne a bejárathoz. Itt középen lesz egy ilyen, valamilyen rampát majd kitalálunk, hogy hol tudnak följönni a gépek. Azt mindenképp a keeper fogja majinálni. Itt egyébként már megint látod? Ez a bukásiló gömbbe ütette le. Várjál már, hadd csinálja meg. Ott idegesít egyébként, nem, de arra ugyatok, de a keeper az ilyen, maximalista dolgokat véghez vívő. És ez a bunkásilót leraktam, és legömbbe ütette. Ne gömbbe is lehet. Hadd legyen úgy, ahogy én szeretnék. Hát mit szórakozol velem, testvérem az úrban? Itt is legömbölítette, hallod? Ez hülye? Tényleg leraktam ezt a bunkásilót, ez 10 év van itt. Te hülyeségeket csinál. Jó. Vissza kellett alakítanom. Oké, akkor. Amire még szükség van, látok itt is egyenes minden, amire még szükség van, az nem más. Mind mindjárt meg fogjátok látni, hogy micsoda. Mixing Station. Ez egy mód, jó drága. Nem mondhatjátok, hogy nagyon a keeper spórolós.
mármint ebből a szempontból. A Mixing Station, ez arra jó, rohadt jó cucc, hogy... Látok? Jó. Lerakod, és akkor be tudod keverni a dolgokat. Csak ugye a Mixing Stationnek szükségünk lenne még... ez mondjuk mehetne valahova ide. De kellene szalmapadlás is. Hogy ugye a szalmát is tudjam betárolni, hogy akkor onnan meg át tudom idehozni. Úgyhogy ez a, nem tudom, ha nézzük meg a szalmapadlás, az mennyi? A helylót ugye 15 ezerbe kerül, van másik szalmapadlás, egyébként volt ilyen bunkersíró 7 ezer. Tudom, jó, nem baj, én arra gondolok, hogy mindig, hogy ne legyen olyan túl olcsó, ne ilyen semmi pénzből legyen. Azt hiszem volt még egy helylótom, hol van? Volt, gyári van. Szénapadlás. Tároló egy szén egy szalmának. 250 ezer, mennyi az a másik? 250 ezer. Helylott. És akkor ez alá, az hogy kell hogy honnan tudom beoldani beléje? Hát az Isten tudja mi. Valószínű, hogy itt töltöd meg, itt meg beadod. Ugye? Ugye 250 ezer nem túl sok, úgyhogy ebből valószínűleg kell lerakni többet, viszont a mixerből nem kell többet lerakni, úgyhogy a mixernek kellene egy olyan hely, amelyik olyan jó, elég pöpec helyet kellene neki kialakítanom. Úristen, akkor ez az egész, hogy nem is látom, hogy hol, amiképpen. Figyeljetek, igazából a mixer, nem tudom, hátrafele mekkora hely kell neki, sem ekkora? Hú, azért mentsünk egyet mi, mert eddig most jó haladunk. És akkor jöhet a izé, jöhet. Nem akarom elcseszni, nem akarom az elejétől kezdeni, srácok, megint. Mixing Station, 120 ezerbe kerül, hogy a villám nem vágta meg. Figyeljetek, igazából rakhatnám ide. Ugye a kivétele, az hol van? Az a pontató felül. Pontató felül. Viszont az jó lenne, hogy olyan átjárható helyen legyen. Itt tudok fordulni gépbe? Elég nagy hely van. Lehet, hogy mégiscsak az lesz, hogy lefordítom. Nem mozogjál már. Lefordítom, és akkor valahogy így rakom. Sőt, rakhatnám így is. Nem. És nagyon gondolkodok, hogy hol rakjam. Mögé mit tudnék pakolni? Mögé tudnám rakni a helylottokat? Csak ez is nehogy elcsessze itt nekem. Hátrafele nem tudom, hogy ennek nincs-e izéje. Nincs-e ilyen objektje. Várjátok, ezt ki tudom próbálni, hogy úgy, oldalra nincs neki, mert ugye a föld széle az ott van, ugye hátrafele sincs neki. A föld szélét kellene megnézni. Hol van egy olyan föld, ahol markány széle van? Jó, itt ugye, arra nincs. Plusz túllógása, ilyen földes túllógása nincs, vagy mit tudom én, nehogy elcsesszük. Arra nincs túllógása? Nincs. Jó, hát akkor mehet a legszélére, ugye? Figyeljetek, meg el fogom cseszni vele. Nem merem a legszélére rakni ezt, és akkor rakjuk ilyen távolabb, jó? Mondjuk ide. Hát csak több bunkersiló csak nem kell, nem? Mondjátok, hogy nem. De viszont szépen egyenesbe rakjuk. Mi? Megvásárlás sikertelen. Mi van? Jó, sikerült. Hát ilyen jó csúfos talaj. Ott azt nem tudom, azt át tudom fösteni. Várjátok, először rakjuk le a szénapadlásokat. Nincs elég pénz, hogy mennyibe vagyunk? 80 ezerbe vagyunk, gyerekek. Oh my god! Jó van, semmi gondám nincsen. Szénapadlást még szerintem fogok lerakni. Ó, vannak izeik, vannak sílóink. 60 ezer, meg 120 ezer. Mi? Ilyen pici? Az érdekes modok. Hol van a szénapadlásom? Érdekes modok. Így. Jó, eddig jó. És akkor a szénapadlásokat, azokat úgy kellene, hogy minél könnyebben be tudjam hordani. Csak az a baj, ezt például nem tudom, hogy kell lerakni.
nem tudom, hogy kell lerakni. Hogy kell lerakni ezt a szart? A nagy oldalán, magas oldalán kell berakni, és attól jobbra lévő az az eleje. Elvileg. Akkor... Tehát így kell berakni, és így az lesz az eleje, ugye? Ez így kell lenni, ennek elvileg. Szerintem. Remélem. Jó, ma nem mentek most, mert azt sikerült lerakni jól. Mondjuk azt nem olyan bonyolult lesz lerakni, hogyha elcseszem ezt. Ahogy. Ahogy értelmesen. Remélem, hogy jól rakom. Aha, pont tökéletesen raktam le. Oké, okay, mert ugye ott rakod be, ott megszeded ki, meg tök mindegy, mert mind a kettőt tudod működtetni. Meg elég az a lényeg, hogy itt ugye be tudom rakni hamar. És ide ugye ki tudom rakni, de viszont ide még azért kellene még ebből egy darab minimum. Mert azért nem olyan túl nagy az. Ugye itt a marháknak az ellátó része lesz, az a lényeg, azt próbálom itt prezentálni, gyerekek. Ugye ott rakom be. Jó, egyelőre legyen ennyi, jó? Egyelőre legyen ennyi, nézzük meg, hogy mi a szituáció. Valószínű, nem tudom, hogy hol kell berakni, meg hol kell kivenni belőle, vagy ki fog derülni. Szalma széne, ugye a keverő ez úgy működik. Szalma, szilás, fű. Itt meg ugye ki tudod venni. Szóval ez meg így működik. Az nagyon jó, hogy ugye közel van, mert itt ugye meg tudom csinálni bunkersilóba, be tudom rakni a szilást, meg el tudom készíteni. Egyébként itt nem tökéletesen sík a terep, úgy látom. Meg tudom csinálni a szilást. Itt ugye a szalmát tudom tárolni, egyből be tudom vinni a szalmát oda. És akkor innen fognak kezdődni, most ezt pont nem tudom megmutatni azokat a disznó ólakat. Mi kell még neki, várja? Ugye széna szalma, oké? Annak valószínű, hogy azt fogom csinálni, hogy akkor még egy ilyen lesz. Meg lesz a széna szalma tárolás, ugye azt kell berakni. Szalma. Széna. Rosszul van írva, mert fű van írva, de egyébként ugye széna kell neki. A szilázs innen érkezik, oda szépen bekerül, ide beállunk a géppel, tudjuk vinni tovább. Szerintem ez eddig frankó. Nem rossz. Szerintem ez teljesen jó, már annyit meg kellene nézni, hogy ezeket le tudom fösteni itt, ami itt ide került, mert ez engem itt baromra idegesít, hogy nem olyan színű. Nem nagyon akarja. Jó, érdekes, hogy nem festi le. Telefesti, jó van. Jó, ne legyen más színű ma. Legyen ilyen nagyon ilyen steril. Ez ilyen, halljátok, elkezdjük ugye a... Hogy nevezik? Na, ott van az, de azt is, jaj, de jó. Örülünk neki. A professzionális termelést fogjuk elkezdeni, úgyhogy azért a keeper egy kicsit... Na, mi van ma? Oké. Okay. Ó, gyerekek, ez jó lesz. Itt lesz ugye a termelése a marhás dolognak, és ugye itt lesznek végig, ott lesznek valószínű innen befele a marha istálók így végig azon a soron. Itt meg ugye lehetnek mondjuk a disznó istálók, középen esetleg csirke istálók. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy áthozom a csirke istálókat, szépen eladjuk, ha már annyi pénzünk, hogy legyen minden egy helyen. Én szerintem ez itt tök epic lesz. Annyi, hogy a gameplay-en kívül szerintem meg fogom csinálni, hogy ez jó legyen. 74 ezer pénzünkben lehet, hogy nem tudom, hogy egyáltalán megmerjem csinálni. De mondjuk, ugye kellene beordani ide a dolgokat. Jó lesz, szecskát kell csinálni, gyerekek. És egyébként arra gondoltam, hogy a szecskát ott szembe fogom előállítani, azokat a földeket fogom most megvenni, egybe fogom szántani az egészet. És azt is meg fogjuk művelni. Úgyhogy ez tök jó lesz. Jó, gyerekek, ugrassunk egyet így a végén. Nem tudom, milyen hosszú ez a videó, mert egyáltalán nem is indítottam időt, sajnos ugye egyszer vissza kellett töltenem. Jó, de jó. Egyébként itt fel tudok jönni a gépekkel, akarok. Gyerekek, ilyen picinek látszik a Simpson, hallod? Azért ez nagyon durva, nézd. Nagyon durva lesz. Hallod, várjál már, hát meg kéne nézni, hogy melyik telep a hosszabb, hogy ez nagyobb telep, vagy az én... Tehát térképen csak látod, nem?
Ez nagyobb, a 8-as, vagy pedig ez. Hát szerintem az enyém az nagyobb. Egyébként elmondom nektek, várjatok így. Az enyém az nagyobb. Az enyém az nagyobb út. Ugye itt ne vegyétek itt az utat. Meg tele van ilyen random épületekkel, ami ugye csak ilyen dekor. Ugradunk egyet, de hát egyszerűen valahogy mi az, amire végigért az el. Jézus is, ki az a bunker siló, meg az egész ott az egyik sarkába, hogy elfér. 54, 55, 56, 57, 58. Egyébként gyorsul ez a Simpson, csak nem eléggé, hát nem elég jó. Na gyerekek. Easy Rider, öcsém! Júj, bele a időbe. Oh yeah! És az kerekes a Simpson gyerekek, az eleje is rajt, hallod? Komolyan mondom. Mondani, mi hallod? Mit építi? Tényleg a halálcsillagot építem ide. Jó, nyugodjál meg, Simpson gyerek. És ez nagyon, ezért, nyugtalan lett. Hallod? Ide a halálcsillagot építem, a Resident Evil, tudom, rezidenciát, na nem Resident Evil. Itt van egy kis probléma egyébként ezzel a... Itt... Ja, lejjebb került emiatt az épület miatt szerintem, nem? Aha, emiatt az épület miatt, és az nekem, engem nagyon idegesít, úgyhogy ezt föl kell húznom, hallod? Bocs, gyerekek! Várjál, mentek egyet, mert van-e, hogy elrancsad? Nagyon jó. És ugye nem, figyeljetek ki, mondjuk ide átfordhatnék mindent, ugye föl tudok nyerni azon a részen. Most mit csináltam? Hát, izét akarom, mentettem egyet, meg följebb akarom húzni, bocs. Bocs, srácok, de annyira bele vagyok el izébe. Igen, itt van egy kis problém, ezt itt föl kéne húznom. Ugye, annak az ügyje ennek. Elvileg szerintem megjobbult. Meg kellett neki, nézzük. Aha. Gyerekek, nagyon flat, hallod? Ez ilyen nagyon, nagyon high-tech az egész, nem? Nagyon high-tech. Figyeljetek, a gépeket föl is hoztam, nem? Ugye tök mindegy, ha belegondolsz, hogy innen indulsz ki, arra fele a telepre, vagy onnan jössz erre. És ezért igazából tök lényegtelen. Mármint, hogy most arra gondoltatnátok, hogy hát, de most ez olyan furcsa. Hát, de így meg nem olyan jó, mert nem indulsz ki a telepről. Meg egyébként ide is kellene egy kapu, mert így akkor a földjeimet elérem instant. Hallod, itt ki tudok gördülni. Ez nagyon jó. Itt mindenképp kell egy kapu. Egyébként nagyon jó lesz. Megcsináljuk ám, figyeljetek, be lesz lakva az egész mindenféle épület, úgyhogy tök jó lesz, meg ott a fák annyira nem fognak látszani a lott távolságon kívül. Kell egy mosó, gyerekek, mert ide, bazza, ide már nem lehet izéni. Itt már nem lehet csúfgépekkel. Hallod, itt azért elférnek az eszközök, nem? És itt ugye tök jó, hogy gyorsan megy, ugye, mert az betonos. Itt le is rúgja magáról a fődet. Gyerekek, ezt a szalmát már öntsem be. Hogy, nem is tudom, hogy kell, vagy hogy működik ez. Csak most meg ugye nem látszik a kocka, de hát ez le van szarva. Nem tudom, hogy melyik oldalt kell ezt beönteni, vagy hogy, ez hogy működik, gyerekek. Nem tudom, várja. Tudom ennek a borítási oldalát? Balra borításban, és mégsem akarja. Szóval nem tudom, egyébként esküszöm, ezt nem tudom, hogy működik, úgyhogy ezt lehet, hogy írjátok meg, légy szíves. Kipöreztem, fogalmam sincs, hogy ez hogy. Jó, hát akkor ez marad egyelőre. Ennek meg hallani, hogy recseg itt. Darál össze dolgokat. Na, akkor valahogy rendbe kellene rakni. Meg elmondom nektek, hogy lehet, hogy a területeket, amiket nem használ, vagy a gépeket, amiket nem hoznak, azt már adom is el a francba. És akkor itt lesz ugye egy följárat, ami az útra visz, nem, és nem a izére, ne felejtsük el, az útra visz, és nem a földekre, vagy a szembe lévő földekre esetleg. Hú, az ez. Toljuk már meg valamelyre. Fölhordom a gépeket, jó, és akkor nem gameplay kívül, meg akkor így beszélgetünk erről az egészről, hogy gondoljátok, maradjatok itt, hogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit gondoltak erről az Epic telepről, hogy ez mi lesz, hogy lesz, mégis tényleg, hogy ez, tényleg, hogy mit gondoltak. Figyelj, arra gondoltam, a gépek lesznek ezen a sarkon, vagyis nem a gépek, hanem az eszközök, itt meg a gépek. Igen, lesznek kerítés, meg minden, úgyhogy attól nem kell félni, hogy itt le fognak potyogni a dolgok. Mondjuk azért a vetőért lehet, hogy le kellett volna mennem.
Az MT, vagy az MZ, vagy a MZ, Simpson meg itt héderedik. Föl tudok itt kapatni? Nem valószínű. Jaj, ne, már megint balásom magam alatt. Neked ez az út az menteleves bát, bocs. Úgyis mindenképp az aszfaltos úton fogunk közlekedni, szóval ez egy ilyen gyalogút lett. Ilyen motorút. Ugye rá, nem lehet fölkapcsolni rá a vetőt? Jaj, jaj, ne, ne. 10 évesen megy bazza. Még szólóba se nem, hogy vetőbe. Oda nézzetek, a kirovetsz hol van, hülye vagy? Tényleg megépítettem a halálcsillagot, esküszöm. Nem a halálcsillagot építettem meg, hanem a... Nem tudom, valahogy nevezzük már ezt a izét. Ezt a kecót, amit én ide varázsoltam. Valaminek el kéne nevezni, nem? Nem tudom, mit mondjak erre. Nem tudom, mit vagy. A... Ne aggódjatok, be fogjuk lakni. Tudom, hogy akkora terület, hogy így néztek, hogy hülye vagy? Mi ez? Mit csináltál? What? De ígyétek el, hogy be fogjuk lakni. Kicsit még olyan idegen, de ahogy majd tényleg így felkészülünk arra, hogy ez fog épülni, akkor ígérem, hogy jobban fog kinézni, gyerekek. Ja, mindenképp kell egy rendes aszfaltos följáró, a hordót meg elég érdekesen húzzuk magunk után. Kikapik, az kifolyik a üzemanyag. És ugye ezen a területen tök elfér majd minden, és ezen is hatalmas rendetlenség lesz, gondoljátok. Gyertek, ezt ide rakom. Jó levegős lesz itt a dolog, mi? Simpson meg itt ketyeg beze. Fogy az üzemanyag. Hol vagy, Simpson? Egyébként fejben nekem tök megvan, hogy ez hogy fog kinézni. Így, amire a donokat árviszem, meg minden. Atya, usten, gyerekek. Jó, hát mondjuk a vetőket tök felesleges átvinni, mert ugye a vetők azok ugye mennek a földre ki. Nagyon érdekes lesz, nagyon furcsa lesz. És ezt a földet ezzel meg nagyon gondolkozok, hogy mit csinálja. Az a baj, hogy ugye ez be van kerítve. Esetleg ugye tudok rajta füvet. Azon gondolkoztam, hogy esetleg fű. A fű fog menni rajta. Nem tudom mást. Más, hogy mit lehetne. Nyugodtan jöjjenek a tippek, hogy mit lehetne rajt. De hát viszont ez a halálcsillag, ez nagyon kemény lesz. Hát figyeljetek, itt lesz egy csak... Úristen, milyen picik a gépek ezen a hatalmas területen. Hát ez egy nagyon drasztikus lépés volt, tudom. De, és gondoljatok már bele, hogy hogy kezdtük, meg hol tartunk most. Ez viszont elég durva. Gyakorlatilag fölépülünk egy olyan telepet, amelyik sokkal nagyobb lesz, mint az a TS tovább. Hozok egy pár eszközt ide, bocs. Most ez nagyon tetszik. Mit vigyünk még oda, ami igazából kis MTZ? Vigyünk valami eszközt akkor már. Kellene valami shelter is akkor, hogy ne legyen kopár az egész, és akkor tudnám a valami eszközt akartam vinni. Tudnám ugye rendezni őket, nem lenne ilyen kopár. Mondjuk külön lennének, egyébként ilyen felfestést is csinálhatnék, ugye, hogy tényleg ilyen felfestés kellene, gyerekek. Úristen, tudjátok mi az, amit kell még csinálni? Oh, nem hiszitek el, hogy mi jutott eszembe. Nem hiszitek el, de jó, örülök neki, hogy itt maradtatok, meg aki itt maradt, az most nagyon durva dolgot fog tapasztalni. De tényleg nagyon durvát. Úristen, annyira vie vagyok, de annyira. Egyébként vittem a tyúkoknak, akik éhezik, van nekik, vettem, és pénz le is van volna, tehát úgy vettem meg, én vittem el, ilyen mi az, tyúkeledelt, úgyhogy nem éheznek, ne aggódjatok. Tudom, hogy most itt a munka megállt, de Úristen, hogy néz ki az a kirovec? Sose láttuk ilyen perspektívával. Nem láttuk még kirovecet, hogy alulról. Ja, itt ki kell jelölni a gyerekek, hogy hol tudunk bemenni, ez kész, és te, innen mehetnek a gépek egyből a földre. És ez egy tök jó pozíció szerintem. Nagyon jó pozíció. Megjöttem, ez ide állítom. És mi tudjátok, hogy milyen PC az a gép itt? Rengeteg pénz elment, de most viszont fogom valamit csinálni, amit nagyon nevetni fogtok, de ez kell. Ez kell. Ezt is ki kell találni, hogy hova. Ki is találtam, hogy hol lesz.
Gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon nevetni fogtok, komolyan, nagyon nevetni fogtok, nagyon, ezt imádni fogjátok, ezt imádni, én már most imádom, én ezt most imádom. Oda kell húzni azt a, azt a kütyüllőt onnan, mert ott, ott lesz a sarkon. Ott lesz a sarkon a Millennium Falcon. Bazza, ezt még rimmel is. Ott lesz a, ott lesz az, ott lesz gyerekek az 1000 éves sólyom. A, itt a sarkon. És remélem, kíváncsi vagyok, hogy kitaláltátok-e, ha kitaláltátok, akkor mindenképpen írjátok, hogy mi, mire gondolok, amikor azt mondom, hogy a Millennium Falcon az ott fog állni. Ott fog állni azon a sarkon. Jaj, Istenem, komolyan mondom, ezt már nem bírom, nem bírom ki. Ezt annyira, úristen, ne imádom azt, ezt az egészet, gyerekek. Na figyelj, mentünk egyet, mindenképp, bocs, hogy ez a sok menüzés van, de... nagyon para minden, hogy nehogy elcsösszem, de és nagyon kíváncsi vagyok a véleményekre, úgyhogy nyugodtan írjátok ezerrel. Na, akkor itt kellene emelni egy kicsit a területen. Az nagyon nem tudom, hogy hogy van, mert nagyon nem szoktam. Pozor, nem, nem sülyeszteni, emelni. Úgy. 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 Oké. Okay. Ide lett egy ilyen domb, ugye? Gyerekek, mi lesz itt? Mi lesz, minek a telephelye lesz itt? A Millennium Falcon, remélem, hogy mindenki úgy tudja, hogy mire gondolok. Úristen! Ez mekkora ötlet! Úristen! És akkor várjál. X. Igen, és talajtípus. Már hogy kell talajtípust? Mivel top, top. Oké. Okay. Nézzünk valami, valami, nincs valami nagyon érdekes szín? Valami, nagyon elütő szín. Földet nem akarok. Tehát akkor ilyen kavics vagy bármi. Ha az lesz jó, az a szürke. Ez. Oké, okay. Kicsi. Kicsi, kicsi íze. Mi ez? Hú, de nagyon csúnya. Nem erre gondoltam, hogy ez így, így fog kinézni. Mert egy, kettő. Egy, kettő. Ez meg ide jöhet, ugye? Én nem olyan, hogy mindenki vágja, hogy mi lesz. De egyébként olyan csúnya, tök jó, hogy mondom, hogy szép festés, nem tudtam normálisan megcsinálni. De mindenképpen most már, akkor figyelj. Hol vagy? Hol vagy, barátocskám? Vaj, hol van az? Az? Az hol van az egyébnél? Hol van az izé? Itt van? Nem, várj, hol a helikopter? Várj, nem itt a növényvédelemnek kellene lennie? Várjál. Egyéb nincs. Akkor itt az egyébnél? Aha. Nem bírom ki. Nem bírom ki, gyerekek, ez így megkoronázta szerintem ezt az egészet. Úristen. És igen, ezt én is demutat, jó? Oké. Okay. Gyerekek, a permetező helikopter, és megvan a helye, a Millennium Falcon, az 1000 éves sólyom megérkezett. Hogy kell felszállni ezzel? Elvileg azt hiszem az egérgombokka köllött. Aha. Hű, bazza, nem körül van, kiugrálom belőle. Kézzé, GTA-s irányítással akartam elfordulni, nem sikerült. Na, fölögjél föl. Na, mi van? Ez valamit szerintem most... Op, nem. Elcsöztem. Ja, eltett egy darabig, amíg felpörög. Én is ezt kiugrottam belőle, ugye? Meg most meg megállítottam. Nem vártam meg, míg felpörög. Jó. Amikor kiírjett oldalt ugye a dolgokat, akkor, akkor van az, hogy fel tudsz vele szállni. Oké. Okay. Drótok fölött. Megnézzük a halálcsillagot, gyerekek.
Felülről. Istenem. Hát elértünk egy olyan szintre szerintem ebbe a játékba. Ott van ugye a magasságunk. Szerintem az a... sok izé a... Milyen nevezik azt? Ugye, hogy milyen gyorsan csökken a sebességet. Figyelj, ott a H betű, de hát ez hülye, gondoljátok. Le kell tennünk oda. Viszont megnézzük, várjál, megnézzük, mit bír el. 180-nal tud menni. És az a baj, ugye így túl lendül. Ilyen alacsony áthúzás, gyerekek. A csillag felett. Egy forduló, és még egy alacsony áthúzás, arra fele is. Egyébként ez üzemanyag nem kell, úgy látom, meg nem tudom. Egy karbantartás az viszont igen. Jó, de jó. Gyorsan, főhúzzuk. Áááá, ez nagyon ász. Mondom, hogy ide telep. De szálljuk be a telepre. Minek nekünk ilyen másik telep, nem viccel én. Csinál a keeper magának. Ízét, halálcsillagot. Jaj, ne! Ó, bazze! Befúró... Jaj, az első kerék befúródott. Ó, bocsősz. Ó, bazze, kiszálltam. Az ebetűt nem szól. Mindig azzal akarok fordulni, nem tudom melyik játékban volt ez. Na, fölpöröksz, hogy mi van? Jó, oké. Okay. Ah, bocsánat, bocs. Tényleg annyira ugye azzal akarsz fordulni, az elvel meg a Q-val, ugye oldalazni szoktál helikopterekkel, az A-val meg a D-vel, úgyhogy ez egy kicsit ilyet kiugrasz mert közben, az nem túl jó. Jó, ugye gyerekek. Halálcsillag. Kész. A Millennium Falcon megérkezett. Ide akarom letenni, valahogy úgy, egyébként. Akkor majd normálisan álljon. Megérkeztünk, úgy érzem. A gyors reagálású. Beülök egy gépbe, megnézem ezt így. Azért az itt van. Azért az ott van, gyerekek. Permetező helikopter. Ezután megkezdi a munkáját. 27 ezerre levertük magunkat. Nem is tudom, 530 valahány ezrünk volt. 830 ezrünk volt körülbelül. De létrehoztunk egy ilyen csodát. Nem voltak, volt csak ugye a keverő rendszer. Az is 100 valahány ezer volt. A bunkerek is 100 akárhány ezer. Az építkezés ugye. A földmunká is talán 200 ezer. Szóval nagyon nagy pénzeket öltünk ebbe az egészbe, de szerintem mindenképpen megérte. Na srácok, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett az a rész, vélemény nyugodtan írjatok. Tudom, egy kicsit ilyen nagyon high-technek tűnik még ez az egész, de feltétlenül fog ez változni, mármint ugye sokkal otthonosabb lesz, amint már ugye be fogjuk lakni ezt az egészet. Meg ugye lesznek falak, meg lámpák, meg minden, meg itt egy felhajtó, mert a felhajtót valószínűleg nem fogom tudni ennyi pénzben már egy értelmesen megcsinálni, de valóban itt majd kitalálunk. Ja, ide kellene mindenképp egy felhajtó, gyerekek, mert ez itt nagyon ott van. Hát meg ugye ki kell valahogy jutnunk. Úgy gondoltam, hogy valahogy úgy kell megcsinálni, hogy ugye ebből legyen ki vájva egy olyan, ami így följössz, egy ilyen, egy horgos szerű tudod. Innen indul, és akkor így följössz, és akkor kb. Itt már ugye fölérsz. Így lesz. És akkor ugye vissza tudsz fordulni a silók fele, vagy vissza tudsz fordulni arra is. Na, köszi szépen a figyelmet. Hát nagyon remélem, hogy tetszett tényleg azért ez a rész. Tényleg elég extrémül néz ki, meg főleg ugye azért néz ki ennyire extrémül ez az egész, mert még nagyon üres, de viszont ezt a H betűt azt eltüntetem, mert nem rájöttem, hogy az sajnos az nem az, amire gondoltunk. Hát ugye nem úgy működik itt a festőgetés, mint amennyire, vagy ahogy én számítottam rá. Várjál, melyik az? Ez, meg ez volt, ugye? Ez volt az. Talán.
Igen. Nem kell ez nekünk ide. Jó van, gyerekek. Na. Tényleg, köszi a figyelmet. Még egy kicsit kísérletezek hátha. Ez a kavicsot még megpróbálnám így az egész alá, hogy valahogy... Viszont tök jó lenne, hogyha valahogy így kinézne, hogy egy ilyen placon így... lakik gyakorlatilag ez a gép. Egy, kettő, és akkor így. Ez egy egész baráti. Egy ilyen... Mondjuk volt ez a másik fajta kavics. Nem bír ráállni a keeper, mi? Ez a fajta kavics. Ez olyan, egyébként olyan ortopédok ezek a textúrák ebben a játékban, hogy ez őrület. Meg ugye van ez a... Ez a márvány-szerű. Ha megtörtént az esemény, gyerekek! Na! Hát ezt kerestük a gép alá. Ezt kerestük a gép alá. Nagyon jó, nagyon jó. Hát ez tényleg olyan baza jó, hogy már kicsempézi a keeper. És ez milyen a másik? Ez meg? Milyen világosabb? Talán? Ugye ezt megnézem. Mondjuk most már vissza nem állítom ugyanoda mi. Ez nagyon rossz, ez egy koszos verziója. Vissza a gyökerekhez, az volt az. Ahogy. Jó, gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, akkor innen folytatjuk. Megint pénzt kell, rengeteget kerestünk, de viszont ugye tudunk ezen a hatalmas földön, ez ugye nem változott gyakorlatilag ugyanakkor a földön, mert ez egy ilyen plusz object lett. Úristen, úristen, egyszerűen. Ezen egyébként lehet, hogy annyit még fogok csinálni, hogy amikor építjük sorba ugye a különböző ólakat, meg különböző állatellátó létesítményeket, úgy majd, útakat fogok kialakítani ugye ezzel a festéssel, és akkor mindjárt jobban néz ki. Itt meg valószínű, hogy le fogom vinni vissza ezt a területet, aztán akkor mégse annyira lesz itt elcsezve, már aztán annyira nem elcsezve. Itt mondjuk még van egy kis probléma, gyerekek. Elnézést. Kut-kut. Jó. Úgy látom, máshol meg hibátlan. Gyerekek, és nézd meg mekkora a gép ott rajt. Nézd meg ott, figyelj, így. Ott az ifa. Ott. A távolban ott az ifa, hallani ekkora. Így, és mész, és akkor a vas már itt, mint egy matchbox. Így meg úgy akkora, mint egy ilyen, nem kinder tojásba, hanem mint egy ilyen kulcstartó. Nagyon beteg. Jó lett. Én úgy érzem, hogy meg vagyunk elégedve, ezt fárítok, állítsuk be, majd így. Hol a közepe ennek a cusznak. Be akarok abszolni, csak nem vagy, hogy sikerült. Srácok. A Millennium Falcon megérkezett, hallod? A Millennium Falcon, még egy kicsit arra kell. Eligazítom. A Millennium Falcon. Ez tök jó, van neki egy ilyen kis torony, nem? Hogy ide kell leszállnia. Megvan a helye. Imádom, nagyon imádom ezt a sorozatot, egyre epikusabb, én úgy érzem, tényleg. Higgyétek el, hogy ez még nagyon sokat fog változni, ez a telephely, és tényleg ugye meg lesznek az utak, el lesz rendezve, gyakorlatilag tényleg így ki fog alakulni egy komplex telepnek a képe, akkor már egy kicsit mindjárt barátibb lesz. Ugye tényleg azért akartam a bunkersilókat ide oldalra, mert akkor ugye itt egyből ugye, tudjuk bekeverni, ott ugye a szalma, meg a szénát ugye tudjuk tárolni. Úgyhogy ez egy frankó lesz. Ide egyébként tervezek egy bányagépet, meg is mutatom, hogy melyiket, mert nem bír leállni a képet. Nem bír leállni a képet, meg akarom mutatni, hogy milyen bányagépet néztem ki magamnak. De hoztam el magamból. Várjátok, dehogy nem, valahol elhoztam. Itt van ő. 126 ezerbe kerül. Ez egy igazi nagy bányagép, meg még a kanala is jön az 1400-ban, 150 ezerbe kerül, ez egy ilyen tipikus ilyen Hitachi. Ez egy ilyen nagyon nagy egyébként, csak ugye itt nem látszik olyan nagynak. És a kanala nem is tudom, hogy hány ezer literes, 10 000 literes kanállal dolgozik. Ugye azzal a szalmát is ugye tudjuk rakni, meg ugye belengedni, meg ugye itt gyakorlatilag bármit. Ugye azzal lehet taposni, meg mindenfélet, úgyhogy sokan írtátok, hogy hát mi a, miért nem retrogépek, csak hát ugye ez nem a retrogép sorozat, hanem ez egy 1 milliárd euró kihívásos sorozat, ami egy idő után olyan szinten el fog fajulni egy ilyen professzionális, modern gazdálkodással, hogy ezt el nem tudjátok képzelni, hát végén még nem tudom, miket nem fogunk használni.
tényleg amit lehet a legnagyobb traktorokat. Egyébként ilyen nagyon csites, brutális, nagy gépeket nem akarok használni. Mármint, ugye vannak az alap traktorok, a nagy traktoroknál például, és az, amiben itt, itt van a Max, ugye a modulatlanok közül, például a Quad Trackes IHA, amit ugye föl lehet még fejleszteni, még a motorbeállítást ugye 620-asra, ami 700 lóerő, ugye ezek itt, itt vannak, ennél nagyobbokat nem szeretnék bemodolni. Esetleg tényleg olyat, ami nagyon létezik, értitek, mit tudom én, klasszok közül, vagy pedig Big Badot nem hiszem, hogy ezekre a területekre kell. Az a lényeg, hogy a modern technology az itt érjen véget. Tehát ilyen nagyon epic, olyan nem létező traktorokat nem fogok bemodolni, amik tényleg nincsenek, jó? A betakarítógépeknél is úgy érzem, hogy a nem modolt nagy gépek, azok szerintem kielégítik szerintem az igényünket. Figyeljetek, ezek is ilyen extrém széles vágóasztalon rendelkeznek, szóval ezekkel nagyon gyorsan lehet végezni a munkát. Nem kell, csit irányba nem fogunk elmenni, arra akarok kiukadni, tehát ne legyenek ilyen, mit tudom, ilyen 50 méter széles vágóasztalok, még ilyen, annyira nem fogunk elrugaszkodni a valóságtól. Okés kacok, itt meg, meg itt érdekesen áll az a valami. A Simpson nyergével búcsúzok, tényleg rettentő hosszú lett ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!